Tehát ez azt jelenti, hogy most már eshet nekünk ahhoz az ektoplazmához cucc. Majd fog kapni upgrade-et. Aha, aha. Na nézzük. Van pénzem. Tehát akkor most talentből unlockoljuk ezt, és megnézzük, hogy van-e itt, ami burnös. Increases 2% damage for every 10% life lost. Start the game with plus 10% damage, but with minus 5% max HP, plus 10% damage, and minus 5% HP per rank. Enemies that die while frozen or burning have a 3% chance to spread the effect in area. Na, hát amúgy ez lenne az, ami nekem a burnös buildemhez hozzáillik. Tehát maradjunk ennél. Egyelőre most nekem minden burn és plusz XP, meg movement speed. Their wild nature allows them to deal 60% more damage. Ó, amúgy ezt kellene basszak, mert ez nagyon erős. Főleg bosszok ellen. Ez 2000-be kerülne. Viszont van 47 ilyen, tehát majd még egy ilyen greater enchantot tudok venni. És akkor három greater enchant, az itt három majd ott megjelenik. Jó. Azt mondja, hogy power ups. Szóval a HP az ki van maxolva. A move speed ki van maxolva. Kimaxoljuk az attackot. Cooldown reduction, gather range, luck, greed. Végül is, ha a greedet itt maxolom, increases the value received when collecting it. Tehát most elköltök goldot arra, hogy 25%-kal több goldot kapjak, ergo gyorsabban szerzem a goldot, utána többet tudok elkölteni. Érted? Nem érted mi, de érted. Jó, és még kettőbe tudok rakni, az akkor viszont egyszerre lesz húzva a crit chance és a crit damage. És maradt 4000-re, amit én lehet, hogy elköltenék ebbe. Plusz 100% damage azokba, akik 50% HP alatt vannak. Hű. Oké, és megígértem nektek, hogy most megyünk egy kaszáskört a purgatóriummal. Every time purgatory traps, vagy reaps 100 souls, boost your max health by 0-25. És ebbe ezt amúgy föl lehet fejleszteni. Nem, még tartom magam ahhoz, hogy karaktert még nem fejlesztek, mert nem próbáltam ki mindent, és nem tudom, melyik tetszik a legjobban. Jó, és akkor familiárból pedig mondtátok, hogy próbáljuk ki, azt, hogy a critical damage-em az még 60%-kal több. Menjünk egyet ezzel is. Oké, és ugyanúgy kettes szint. Na lássuk a purgatóriumot. A játéknál mindig fölhangosítom a zenét, mert egyébként még mindig eltűnik. Na, én továbbra is a két új fegyvert szeretném látni. Hát baszódj meg, akkor armorral kezdünk. Greed? Ha már kimaxoltuk a greedet, akkor itt a pályán belül is maxoljunk greedet. Ott a slime. Ott az ektoplazma. Picsába. Ja, ott a grid, jó? Mondjuk nem néztem meg, hogy azt a kettőt unlockoltam-e, ami nekem kell. Hát, arán alatt kiderül majd. Knife és glaciál nem kell egyelőre. Cooldown az mindenképp kell.
Deathsight, Frosta, jó, akkor Deathsight. Na, most bajba vagyok. Jó, akkor legyen a Corruption-ös. A mellé mi tartozik? Ahhoz csak a klóka jó. Greed. Nem tudom, hogy ezzel most jól járok-e, majd kiderül. Nem igazán akarnak azok bejönni, amiket én terveztem. Hogy állunk killbe? 300-nál jön a purgatórium? Jó, hát hozzad a slime-ot. Fireshamey, köszönöm szépen. Aj, ne már. Jó, ebből mondjuk mindegyik jó. Nem igazán dobál föl újakat. Mármint az a kettő új, ami nekem hiányzik, az... Még mindig nem, de nem baj, még van lehetőségünk, még egész gyorsan lépjük a szinteket. Azért annak örülök, hogy az előző kör is egészen addig tartott, és igazából még küzdöttem is azért azzal a halállal. Sok HP-ja maradt a végén, amikor meghaltam, vagy közel voltam ahhoz, hogy esetleg megöljem. Nem emlékszem már, hogy mennyi HP-ja volt. Nem tudom, hogy ti mennyire láttátok, vagy figyeltétek annak a HP-ját. Hát se nem látom azt a prezentet. Például azt se tudom, hogy mitől függ, hogy most például itt tél lett. Az előző rámban például nem volt tél. Ott csak este volt. Awesome. Fél HP alatt volt kicsivel? Hát akkor nem voltam hozzá olyan közel, hogy ezt megöljem. Még mindig nem adsz be semmi újat? Mondjuk ez jó. Figyeljetek, a purgatóriumot már kellett volna látni, csak azért, mert 900, majdnem 1000 killnél vagyok. Az a purgatórium? Az ott fönt? Na várjál. Ez a lila? Ez ennyi volt. De hát ez... Ez mit szívott? Nem is volt ott enemy a környéken. Az a purgatórium? Mondjuk az azért akkor... Hát jó, egy idő után viszont nagyon sokszor van 300 killem. Srácok, nem jön. Szerintem akkor nem unlockoltam azt.
1500-nál elméletileg megint megjelenik majd. Aha, és akkor ide bejött. Ja, és leklíreli a képernyőt, és úgy szívja be a... Így már értem. Csak igazából nem erről volt szó. Vagy én nem így értelmeztem, amit mondott. Azt hittem, hogy csak az sebzi, aki belemegy. De ezek szerint megjelenik az a cucc, leklíreli a teljes képernyőt, és beszívja azokat a... azokat a szólokat, amiket megölt. Tehát minél többen vannak a képernyőn, az onnál többet szed. Na jó, hát így mondjuk azt mondom, hogy többet ér, mint az a lélekszopó, léleklövő verzió. Hát ez tudjátok mi? Ez egy Vampire Survivors-ös, hívják azt a skillt, ami leklíreli a teljes képernyőt? A Penta. Na, hát ez az. És folyamatosan hílel engem. Na jó, de hát most érted, endgame-be azért az a 300 kill, az borzalmasan hamar összejön. Ami viszont nem jön össze, azt tudjátok mi? Az az a kurva két item, amit én várok. De tovább megyek. Az előző kör végén azt mondta, hogy unlockoltam két fegyvert. Na, abból én még egyet se láttam. Tök jó. Hát ez az armor az úgy kellett, mint pöcsön végére a köröm. Hát de komolyan. Na végre! Azaz, megvan a Corruption Orb! Jó, hát így értem, hogy miért lehet az top damage egy game végére. Hát ez borzalmas mennyiségű killt csinál. Lehet, hogy akkor ez lesz a kedvenc karakterem? Bár mondjuk a katonásnak az a baj, hogy a flame dash-e az nagyon nagyot ment. Na, megint purgatórium van. És ilyenkor mi az a lila cucc, amit úgy lövök? Corruption robe, az viszont kellhet a izéhez, ugye? Ehhez. És ez meg a slime vanddal fog összeállni. No! Várjál csak! Ott is van. Nekünk pont ez kell. Úgyhogy nem is x-elem ki. Kitöltötte az egész inventorimat, úgyhogy mostantól csak szintezni kell, és Corruption Orb kész, ergo ha most találok egy ládát, akkor végre meglátjuk, hogy mit csinál a slime vanddal. Amúgy, ez a cucc, ami körülöttem van, az a mini aura, az szerintem nagyon jó. És hogyha választani kell fegyvert, amit fixen nem tudsz fúzolni, akkor lehet én azt választanám. Mert minden buildben lesz olyan fegyver, amit egyáltalán nem tudsz fúzolni, és azt nyilván ki kell választani. Hogy melyik az, ami önmagában a legjobb, per leghasznosabb.
Az a Corruption Orb, ami körülöttem van, aha. És a Cloak az, ami Carrying. Damage ügyileg például most jóval erősebbnek érzem magam, mint az előző ránba. Ez nem tudom, hogy a purgatóriumnak köszönhető, vagy annak, hogy most vannak infúzolva, vagy fúzolva fegyvereim. Tud valami fúzionálni? Tudna egyébként a slime. Flat damage-et kimaxoltuk. Jön a penta. Szívfelbegyem. Hogy állunk? Még jöhet akkor a crit dam. Vagy crit chance, bocsánat. Ráadásul gondoljatok bele, hogy ennek a karakternek alapvetően van most jelenleg 100% extra damage-en passzívba a raciál passzív miatt. Az 50% HP alatt lévő enemikre, plusz még van crit chance-em extra, és a pet miatt 60% crit damage-om. Kimaxoljuk a crit chance-t. Viszont lákom egy deka nincsen. 6000 kill, na nézzük, mit adsz. Gathering range by 3. Hát azt felejtsd el. Increases your HP by 350. Azt se tudom mennyi HP, az megtuplázza a HP-mat. Vagy critical chance. Hát ez nehéz. Most majd, tehát hogy kapok 18% crit chance-t, vagy megduplázom a HP-mat. Azért az a dupla HP, az a boss ellen viszont jól jönne. Úgy van, hogy a HP az százalékosan jön, Viktor, de nem a HP-m alapján, hanem a burn-nek a damage-e alapján. Tehát minél nagyobbat burn damage-elek, annál nagyobbat heal-el. Az a baj, hogy a 18% crit az nagyon sok. Vigyük ezt, az nagyon sok crit. Mert végül is az alapján többet healelek, mert ha kritelek, nagyobb a damage, bár nem tudom, hogy a burn damage tud-e kritelni. Na de a crit chance, na nézzük, mennyi a crit chance-em? Hallod, 40%. 40% crit chance-el, és 142% crit damage-el megyünk. Szerintem az azért komoly. Remélhetőleg azt majd a halál is meg fogja érezni.
Ott mi történik most? Ja, este és purgatórium kombó. Movement speedet előbb kellene kiraknom szerintem. Arra elég hamar szükségem lesz. Még hány percem van addig? Körülbelül 6. Itt most jön hóembertől kezdve minden. Mi alapján kezd el jönni a gól? Beszorultam, bazd meg, teljesen! De jókor jött a purgatórium! De ez mi már, hogy be lehet szorulni teljesen a fába? Hagyjál már! Ne, ne! Na jó, innen húzzunk ki. Léci, mondjátok, hogy nem csak én hallok, mi az, szorulok be, és volt már, aki belehalt abba, hogy belement egy ilyenbe. $2500-as kritet lőttem az előbb? Az igen. Hát az megtépi majd a bossnak is a HP-ját, ha megjelenik. És gondolj bele, hogy arra rájön még, bár mondjuk valószínűleg az egy plusz 100%-os dam volt. Jó, kaptam egy rerollt. Itt a béka. Critical damage még 50%, vagy 70 move speed. A move speed valószínűleg segítene azon, hogy elmeneküljek a boss elől. De az a crit damage 50% az nagyon csak... Crit damage! Lehet, hogy ezt nagyon meg fogom még bánni. Igen, mert lassú vagyok, mint a csiga. Mondjuk, ha viszont lekritelem, akkor meg nem kell elmenekülnöm előle. Az viszont megvan nektek, hogy azt a... köcsök slime izét még mindig nem tudtam fúzionálni, mert egy rohadék ládát nem találtam. Már lassan mindenem csuma maxos, és még mindig nem tudtam fúzionálni. Most jött a boss. Na, kriteljük le a drágát. Úristen, de hal a boss. Azaz, purgatórium. Boss bácsi, mekkorát fogsz kapni most? Júj, figyeld, hogy megy le a HP-ja! Meg az enyém is. Úristen. Na jó, na ez barátom, ez a boss killer. Hol a láda? Hol halt meg a boss? Hé! Hol a ládám? Ja, lent. Ja, itt elbújt.
Necrotic orb. Shoots a necrotic orbs every... 12 szekenként lövök egy necrotic orbot? Hát szakadj meg, hát az mi? És 12 szekig mit csinál? Celestial Sword. Na az mi? Az pedig egy Ivy Staff-fal áll össze. Én szerintem Ivy Staff-ot még nem láttam. Na, nem vettem észre az előbb ott a fa tövébe. A greed az azt csinálja, hogy több pénzt kapok egy pénz felszedéséből. Tehát ha felszedsz egy pénzt, akkor több jön belőle. Legalábbis pályán kívüli greed azt adja. Lehet, hogy a pályán belüli greed az pedig az, hogy több pénz esik. Azt kellene kimaxolni, hogyha találunk még egy ládát. Ezen a pályán egyetlen ládát találtunk egyelőre. Hát az a luck az viszont kell a ránba. Mármint a passzív luck. Jó, most maxolódott ki az orb és a crown, tehát ha találnék ládát, akkor lenne még egy fúzióm. Ha nem lesz fúzió, akkor is jó, mert akkor legalább megmarad ez az aura körülöttem. Hopp, láda. Ennyit erről. Tehát a Darkness Cloak átalakult, és Necrotic és Celestial Swordra kaptam valamit. Na most, hogyha mázlim van, és már unlockoltam, és kapnék egy Ivy Staffot, akkor az a Celestial Sword is alakulhatna. De van egy olyan sonda gyanúm, hogy az az Ivy Staff nekem még nincs meg. Nem, most új... megpróbáljuk kihozni azt, hogy újat nem. Hát ha találunk Ivy Staffot. A Celestial Sword az meg picit úgy néz ki, mint a Terráriába a Summoner ágon lévő Cord Pet. Hopp, valahol egy láda. Na. Gold, Celestial, Darkness, ezt a staffot nem kérjük, hogy megmaradjon az az egy slot üresen. A nekrotikot kiraktuk, ez plusz dam. Láda, valahol.
Oké. Majd az utolsó órába szerintem lógatunk kukacot. Ja, ez nem jó, ezt ismerem, itt már egyszer beragadtam. Hogy állunk? 3 perc. Most kell jönnie a halálnak, és nagyon kíváncsi leszek, hogy mi damot fogunk ráverni. Jött is. Figyeld már, hol van a HP-ja már most! Hülye vagy, az előbb meg fogom ölni, mint hogy lejárjon a 3 perc. Hát figyeld, már fél HP-n van mindjárt. Ott van a rúna! Meg ott hol áll? Az fél HP-ról one-shotoltam? Hallod, el se érte a halál a fél HP-t. És egyszer csak meghalt. Azt valaki lassítsa be, vagy klippelje ki, és nézzük meg, hogy mekkorát vertünk rá. 7789 crit damage ment ki rá. És meglett az Ivy Staff. Best Wishes, Dark Harvest, Celestial Sword. Wow. És igen, tehát a Purgatórium volt az első legnagyobb damage-em, aztán a Necrotic Orb. De várjál, a Necrotic Orb az a legvégén alakult át. Vajon összeadja az előtte lévőt, vagy... Hát figyelj, a Necrotic Orbot, az... Captain Rice, köszönöm szépen a raidet. Az a Necrotic Orb, az borzalmasan erős volt. Sziasztok, üdv srácok, sziasztok, sziasztok. Wow. 13 000 goldot kaptunk, majdnem 14-et, és ez, viszont ebből csak 1800-at. Ez most eléggé fika volt a lila sárdból. De a gold az nagyon jól jött, tehát meg... Itt mindig le kell halkítanom a játékot. Tehát a gold az kifejezetten jól jött, tehát megérte kirakni ezt a gridet. Viszont mivel most például nem jött nekem sok chest, ezért én most kimaxolom itt szépen a lakkot 25%-ra. Föltúrjuk a crit chance, crit damage kombót is maxra. És szerintem az attack speedet. De akkor rakjunk a Gathering Range-be is. Halad? Konkrétan 2 statom nincsen kimaxolva. Az egyik a regeneráció és az armor. Először rámegyünk erre. Ha ezeket kimaxolom, utána ide nem is kell jönni egyáltalán. Na nézzük a rúnát. Hogy lehet ekkora fosomat kapni? Mélypont rúna? Mélypont armor? De bármi jobb lett volna ennél. Jó, és akkor most ez csak így equippel? És akkor mi van itt? Success chance? Hogy, de várjál, ezt enchantolom? Na várjál. Most itt ez így mi? Ja, várjál, ehhez kell gondolom egy harmadik. Na, várj. Veszek egy harmadikat. De akkor ezt az armor rúnát enchantolom? Azt nem akarom enchantolni. Szarok az armor rúnára. Damás kell. Ha ide most én berakok 3-at, mit enchantolok vele?
Ja, hogy így. Double enchantment szá... Várjál. Ó! Értem, tehát ide rakom be ezt a rúnát, és ha belerakok egy lilát, az már 100% success chance, és double enchant chance már 2 lilával kimaxolódik. 100% eséllyel duplát enchantol. De én erre nem akarok rányomni. Mármint, hogy azt nem akarom enchantolni. De jó van, increases armor by 10%, majd valami damázsosat enchantoljunk. Na, power up. Ugyanúgy a kaszásba mehetne 3... Hát én ezt beletúrom. 140% extra damage, 50% HP alatt. Figyeljetek, satok, ezzel a kaszással konkrétan a halál az no issue. Tehát azt fixen megölöd. De ilyen durván. És maradunk a purgatóriumnál. Annyi, hogy viszont lehet, hogy akkor ennek a Karinak ezt a glifjét lehetne. Lehetne egy kicsit. Figyelj, every time purgatory reaps 100 souls, boost your max health. A spellcaster line... Nem, azt még nem találtuk meg. Hát viszont kellene menni másik Karival is. Vagy... Tudjátok mit? Menjünk horgászni, mert most nagyon föl vagyok én is tüzelve, és játszanék még ezzel, csak az a helyzet, hogy nem akarom idő előtt ezt kimaxolni. Ezt folytatjuk hétvégén, most menjünk horgászni. És hétvégén meg fogjuk nézni a másik két karaktert is. A paladint meg az íjászt. Jó, megyünk, pecázunk. Csak hogy más is legyen, mert ez egy gonosz és gusztustalan játék, ami eszméletlenül addiktív. Tehát a Scarlet Tower az szerintem a Steam kokainja. De komolyan. Simán. Tehát megyünk horgászunk.